Valamit vezessél már föl. Vezessek föl? Hát, ponyag, mit tükrözni akar? Ez egy béltükrözés? Simán. Minden jöhet. Jó. Béltükrözés, minden. Kezd el az elejénél. Hát elindultunk Ausztriába munkát igen, vállalni, most ketten. Most arról akarom beszélni, amikor Ausztriába mentünk munkát vállalni. Igen. Ez úgy, olyan nekem, mintha valami felelés lenne. De miért nem tudod elmesélni? Dehogy nem. Hát ugye elindultunk Ausztriába, te találtál odakint egy munkalehetőséget, festőként mentél volna te, én meg segédmunkásként. És megadták a helyszínt, hogy hol kell találkozni. Ugye a helyszín ugyanott volt, ahol a munkavégzés folyt volna le, Kirdorsban. És akkor elindultunk, hát vonattal. Jaj, meséld már el, hogy hogy nézett ki a vonat. Hát a vonat az tele volt bevándorlókkal. Azok nem migránsok voltak, azok magyarok voltak, mentek ki dolgozni. Volt migráns, igen, találkoztunk egy-kettővel. Hát azok is voltak azért bőven. Ja, hát hogy annyira olyan tumultus volt a vonaton, hogy nem lehetett leülni, hanem a lépcsőre kényszerültünk. Bár mondjuk ez nálad nem úgy működik, hogy a lépcsőre kényszerültünk, mert hogyha nagyon meg akarnánk oda, hogy leüljünk, akkor úgyis le tudunk ülni. Mindegy, te ezzel annyira nem akartál foglalkozni, úgyhogy a lépcsőn voltunk. És hát át kellett szállnunk Linzben egy másik vonatra, ami elvitt minket Kirdorfba. És hát elérkeztünk Kirdorfba. És ott jött az első nehézség, ugyanis nem tudtunk telefonálni. Tehát ott volt megbeszélve a találka, hogy minket ott fölvesznek. De senki nem volt ott. Tehát megérkeztünk a vonattól. Jó kezdet. Senki nem volt az égvilágon sehol. Néztük, hogy akkor, na jó, telefonálunk egyet. Nem baj, hogy külföldi telefon, meg hogy pontosabban, hogy nem baj, hogy külföldön vagyunk, és nagy a számla, meg mit tudom én mi. Igen, nem csak, hogy a telefonjaink nem működtek. Roaming nem volt bekapcsolva, igen, nem ez volt a lényeg. Nem tudtuk, hogy van ilyen. Nem volt aktiválva a roaming, tököm tudja mi. És azért nem tudtunk telefonálni. Hát teljesen felkészülten mentünk ki. Igen, ezt hát hívják. Mint ahogy a formánkat szoktuk hozni. Persze. Minden helyzetben. Persze, hát nálunk itt tudod, hogy működik. Ha van egy háromnapos ünnep, akkor anya is, meg én is, tehát a háromnapos ünnepnek az első napján vesszük észre, passzus, nincsenek nyitva a boltok. Tehát mi kiszoktunk maradni ezekből az őrületekből, érted, hogy mintha háború közelegne, úgy szüleim. Vásárlunk be. Akkor, az én szüleim. Igen, akkor kapunk a fejünk között, hogy basszus, nincsenek nyitva, mi? Ünnep van? Oké, igen, Kirdorf. Na, szóval megérkeztünk, nem volt senki, telefonálni nem tudtunk. És akkor nem is tudom, hogy történt, anya már tudta vajon, hogy mi megérkeztünk? Nem. Megjöttek értünk az emberek, de nem találtak minket. És azért felhívták anyát, mert minket nem tudtak, és ő pedig írt nekünk SMS-t, hogy mi mindenre maradjunk. Rosszul emlékszel? Igen, kaptunk egy SMS-t, hogy maradjunk a helyünkön, mert jönnek, értünk. Az, hogy éppen a háttérben kikivel mit kommunikált, a lényeg az, hogy minden rendben volt. Menjünk tovább. Megjöttek, értünk, ez volt a lényeg, és átvittek minket Obergrünburgba. Hát ugye először csak a munkásszállót láttuk, meg azt nem láttuk, hogy mi van a háttérben. Mármint a folyóra gondolok. Tehát először csak a munkásszállót láttuk, fölmentünk, bepakoltuk, hát egy kicsit putri helynek tűnt, de... Az is volt. Hát nem annyira, ott lakás szempontjából tök jó volt. Hát figyelj, ezen lehetne vitatkozni, mert az ott velünk egy szobában lévő emberek, tehát általában négyen-öten... Ja, hát azok borzasztóak voltak. Igen, négyen-öten voltunk egy szobában. Na jó, de hát egy munkásszállón ez nem lehet, ez ugyanaz. Nem erről van szó, hanem nem arról van szó. Nem egy kollégiumba arra, hogy saját szobád és saját privát szférád legyen. Ezt nem várhatod el. Figyelj csak, ők azt mondták, saját bevallásuk szerint, akik sittes alakoknak számítottak az én szememben, hogy ez a maximális, tehát hogy ők még ennyire jó szálláson nem jártak, én meg azt mondtam magam, hogy micsoda, hol voltatok eddig, hát nekem meg itt kezdődik a szar. Na mindegy. Na jó, a szar hát de jó, nem volt fürdőszoba. A szar az utána volt. Nem volt fürdőszobánk, nem volt vécénk, reggel fölkeltünk, 20 ember ment egy vécére, stb. Ezek hát azért húzósak. Nekem inkább a zuhanyzás megoldása volt a nehézkesebb, ugye minden munkanap után mentünk azonnal, tehát versenyt futottunk a zuhanyzóért konkrétan. Hát szinte mindig én nyertem. Hát fiatal vagy még.
Hát mindig mi értünk oda első. Na látod, én meg tudod, hogy nyertem. És az első dolgom az volt, hogy azt hiszem, még talán elszívtam egy 100 cigit nagyon gyorsan, meg megittem azt az egy szippantás sört, amit minden munkanap után vettünk, és akkor viharzottam befele a zuhanyzóba, mint az őrült, hogy letudtuk. Én ezt úgy kerültem ki egyébként, hogy én soha nem zuhanyom. Amíg ott voltunk, én egyetlen egyszer nem mentem el. Talán egyszer, véletlenül mentem el zuhanyozni. Én az izébe, a folyóba mentem fürdeni, abban 0. Nem, hát ott is fürdöttél a mi fürdőszobánkba. Ja igen, de ott meg csak hideg víz volt. Igen. Engem nem zavart. Na mindegy. Jaj, de milyen jó volt, mikor megérkeztünk. Én sem tudom, miért zavart a többieket, hogy kifürödtem az összes meleg vizet. Hideg vízbe is lehet fürödni. Az nekik. Dolog, az egy dolog, hogy én meleg vízbe fürödtem, de hát ők ott még fürödhetnek hideg vízbe. Asszus, volt ott az Attila, hogyha picsába hívtak, hogy rendőr volt, saját maga is bevallott, hogy rendőr volt, ő volt ott valami vezető. De micsoda geci buta egy ember volt te. Fús, a sötétség, mint a fekete lyuk olyan volt. Azt mondja nekem így az első nap, mikor megérkeztünk, azt tudjad, hogy itt az alkohol nincs megtűrve. Megérkezünk, bazd meg, és rögtön mindenki egy tálcasört. Fejenként mindenki egy tálcasört, akkor mondom, ez nyilván nem alkohol, tehát ez nem annak számít. Azt, hogy fejenként egy tálcasört. És utána meg, hát jó, mi is vittünk egy tálcasört így kezdésnek. Jó, de attól függetlenül, hogy mondjuk megittak minden este 2, 3, 4, 5 sört, mi fejenként megittunk minden este 2 liter vörösbort. Is. Is, emellé, is. Amit tehát ott az egy dolog. Ez jó volt ez a része, mert azt ott találtuk egy pincébe, ilyen nagyon öreg igen, borok találtunk voltak. Egy, hát először nem ott a pincébe találtuk, hanem egy ház mellett. Ja, tényleg, rekesz. Az is milyen finom bor volt. Egy ház mellett volt egy rekesz, és 12 liter bor volt. De benne. Vagy 10 éve ott állt, ahhoz hozzá nem nyúltak. Hát 6 üveg volt benne, mind a 6 2 literes, és 11%-os volt. De nagyon régi, nagyon régi, régi borok. És be volt porosodva, minden. De a pincében még régebbi borokat találtunk. Hát a pincében, hát miket találtunk, a 96-os mézbortól kezdve. Ó, ja. De az volt a mákunk, hogy mi mindenhol találtunk valami piát. Nekünk valót, igen. Ja, de mit akartam mondani? Mentünk, a kukára emlékszel az első nap, mikor mondták, hogy pia nincs megtűrve. Megérkeztünk, és mondtad, van ez a felhajtható kuka, ez a nagy széles konténer, abban semmi más nem volt, csak sörös doboz. Aha. Mondom, hogy hányan voltak ott, körülbelül 30-an? 40-en? Mindegy. Mondom, hogy is így magam, hogyha itt az alkohol nincs megtűrve. És ez így furra tele van. Hú, de basszus, mennyi kaját kidobáltak te, bementek a Lidlbe kaját vásárolni, a fele ki volt dobálva másnap. Geci, hát ezért rehány emberek voltak. A lehetősége is elég nehezen megoldható. Tehát az, hogy te ott egy, mit tudom, egy kétfogásos evédet csinálj magadnak, akár hétvégén, amikor ott áll sokan az voltak egész rá. Nap, ott van az egész nap, és van rá időd, akkor sem tudod megoldani. Sokan voltak nagyon arra az egy nem konyhára. Nem csak az a probléma, hanem nem tudod, úgy, tehát nincsen elegendő berendezés ott a konyhába ahhoz, hogy ezt meg tud csinálni. Ma meg tudod, hogy mi volt a másik? Az, hogy föl kellett kelni ugye reggel, hétre mentünk dolgozni, 5-ig dolgoztunk, tehát minden nap 10 óra hossz a munkaidő, szombaton meg 7-től 12 óráig. Mikor lett volna annyi szabad időt, hogy mossál magadra, meg úgy kényelmesen főzzél magadra, mikor ott van még vagy 20 ember ugyanarra az egy főzőlapra, és nem csak az, hogy ott van, hanem be is ülnek. Ó, basszus, hát volt 2 darab szék a konyhában, meg egy ilyen picsányi egy négyzetméteres. Három. Meg egy picsányi egy négyzetméteres asztal, és állandóan ott cigiztek, érted? Hogy tudtál volna normálisan kaját főzni, amikor befüstölték az egész konyhát? Jó, mi is ott cigiztünk elég sokat. Hát mit csinálsz más? Jó, hát mindenki oda megy. Én igazából részeket szerettem, amikor még nem kellett mennünk dolgozni ott a... Hát mert ott végig piáztuk az egész napot. Nem tudom, akkor már megtaláltuk a piákat? Igen. Hát már az első nap. A rutin. Hát igen. Persze, mert unatkoztunk, hát nem vittek dolgozni bennünket, akkor körbenézünk. Mit csinálunk? Ígyunk! Na, de nem, egyébként nem is tudtunk volna inni, mert 25 kilométerre volt a bolt. Ezért körbenéztünk a házba, és mit ad? Hát tele van az egész pince borral, meg még ott van, érted, egy rekesz bor, meg hát akkor mit csinálsz unalmadban? Mert ezek nagyon finom borok voltak. Egyrészt, másrészt meg ott volt ez a gyönyörű folyó, hát most... Atyaiék, de jót fürödtünk benne! És amikor nem volt munka, még meg sem csináltuk a szerződéses papírokat. Szerződéses papírokat. Ja. Akkor mindig azt csináltuk, hogy lementünk a folyóhoz, és ott maradtunk. Igen, igen. De mekkora pisztrángok voltak abban a folyóban. Nagyon nagy pisztrángok voltak. Méteresek is. És tök jó volt, amikor úgy lejjebb mentünk a folyón, és ott volt az a nagy zsilip, meg mit tudom én, beültünk oda. De be is mentél oda húgyozni, és akkor én mondom, na mi lenne, ha ezt most kinyitnák hirtelen? Ja, a zsilipet, ja. Ja. Elvinne a víz, a mit tudom én. A víz az nekem, tehát mindenért kárpótolt az a folyó.
hogy ott voltunk, a meleg is, akkor... Jó, hát ez két dolgot tudok felsorolni, ami úgy nyereség volt az egészből. Az a 100 euró előleg, amivel lehúztuk őket, meg hát amit ugye később, hál' Istennek, nem kellett visszafizetni, meg a folyó, igen. A folyó, igen. Ezt előre kell bocsájtani, hogy nem csak, hogy minket nem fizettek ki, de ugye... Senkit nem fizettek. És ott dolgoztak már két hónapja, és ott ugatéroztak velünk, hogy nem menjetek haza, mert ki fognak fizetni benneteket. Én pontosan tudom, mert volt, akiket először két-három alkalommal kifizették. Hát ilyen pici, apró előreget kaptak, semmi nem, többet. Nem, mert volt, aki megkapta a fizetését. De utoljára már senki nem kapta meg, tehát akkor a cég meg is szüntet. Én persze. Pontosan tudom, hogy hogy lett ez kitalálva, már végig gondoltam. Ugye egy vaddi új, friss cég volt. Persze. Felvették a munkásokat. Ahhoz, hogy ott maradjanak és hogy felvegyék a melót, szükség volt arra, valakit hogy egy kicsit fizessenek valakit neki. Valakit ki kell fizetni, igen. Nem kellett túl sokat. És az utolsó melóra a pénzt a főnök azt ugye eltette magának zsebre, senkit nem kell kifizetni, a céget megszüntette, és végül tele volt pénzzel a fickó. Rengeteg pénze volt. Engem, ami nagyon-nagyon... És nagyon... mivel nem volt normális munkaszerződése senkinek, és egyébként energiája se ahhoz, hogy elmenjen egy ilyen munkaügyes céghez, akik ezt a problémát még így megoldják, így nyert ügye volt, nem volt problémája. De tudod mit, kölcse orvosra, nem lényeg, hogy mit csinált. Engem az érdekel inkább, hogy milyen nyereséggel jöttünk haza. Kérlek szépen, ja igen, ami nagyon-nagyon-nagyon zavart. Reggel ugye ott bezsupoltak bennünket abban a minibuszba, és vittek ki a munkahelyre, ami 25 kilométerre volt. Basszus, állandóan mindenki cigarettázott. Folyamatosan, olyan hány ingerem volt abban az, még most is. Tudom, főleg azt az undorító száraz cigit szívtuk még akkor. Pazd meg. Tehát még most is hány ingerem van attól a szaktól. Meg a szövegek, a dumák, érted? Bemegyünk a benzinkútra, ott tankol egy csaj. Érted? Hülde megtankolnálak, cicám, én nős! Meg is mindegyik, érted? Ugyan hogy jönnének egy ilyen nőnek a közelébe ez a sok sítes geci, bazd meg! Na mindegy. És egész nap ilyen dumák mentek. Ennél értelmesebb szöveget ott nem lehetett hallani. Hát az, hogy mit igyanak, és igen, mindenki ugatott, hogy nincs ivás. Ezek szerint, érted? Az a rengeteg pálinka, amit odahoztak, az mi? Én sejtem egyébként, tehát akkoriban még nem tudtam dolgozni. Tehát az a munkatempó, amit én ott produkáltam, az valóban gyenge volt. De nem is érdemelték meg. Hát még jó, hogy nem is dolgoztunk annyit, persze, mivel nem kaptunk. De emlékszel, amikor már átvittek bennünket Szentpöltenbe, és ott kapartatták velünk a tapétákat, és mondták, hogy ha nem csináljátok meg 3 napon belül az egészet, nem lesztek kifizetve, már ott lehetett tudni, hogy nem leszünk kifizetve, és csak azért mondják. És hogy mondtam is neked a végén, hogy hagyd a faszomba, ne kapard, de te meg akkor is mondtad, hogy inkább csináljuk meg, mert mondom, de hogy kaparok én ezeknek semmit, menjünk a picsába haza. Te akkor már tényleg elkönyvelt, én még láttam a lehetőséget abban, hogy esetleg kifizetnek minket, mert onnantól számítva azért még egy ideig az a cég működött. Igen. Tehát még akkoriban fizettek ki embereket. Akkor fizettek volna ki bennünket, ha felgyújtjuk azt a szentpölteni házat. Nem felgyújtani, lebontani. Bármi, csinálni kellett volna, ott ugye a albán. Az albán faszi volt a tulaj, aki végül is mindenkit fizetett. Ő volt a nagy kutya, meg ugye ott az István, meg stb. Ott az Istvánnak volt egy hülye szokása, akárhányszor bejött, a kocsikulcsot lebaszta a pultra. Na én ott gondolkodtam rajta, hogy fölkapom, fogom, beül ketten az autóba. Mikor már minket Szentpöltenbe, én akkor gondolkoztam, hogy most kéne titeket nyakon szúrni egyenként, és elásni titeket az árokba. Igen, és jönni haza az autóval. És menni a picsába. És szétbontani. És már lett volna egy autó. Persze, nem, én hazahoztam volna, szétbontom, alkatrészenként eladom, és őket is eladom kolbásznak. Ennyi, nyom nélkül elkezdtünk. Tehát ott már nagyon rajtunk voltak a gyilkos összegek. Igen, hát igen, mert már és volt is rá indokunk, ugyanis... Hát egyrészt nem nagyon volt már pénzünk, ugye, mert már az itthoni bankkártyát kellett, hogy csapoljuk, ahhoz meg nem volt kedvem. És ugye ott minden óráról órára hidegettek, hogy na majd most hozzák a pénzt. Na, és már majd meg őrültünk ott, basszus, hát én egy helytebben, majd meg bolondultam. Én a fejemet vertem a falba. Igen, hogy mit keresünk még mindig ebbe a poros gecibe. Érted? Ebbe az elhagyatott áron van a kilincsbe, meg ilyenek, érted? És én is kínomba kimentem sétálni az erdőbe, meg júj, de durva. Hát azt tudom, hogy ott már nagyon a depresszió szélén álltunk. Tehát igen. Már nagyon vége van a világnak érzésünk volt. Az volt az egyetlen szerencsénk, hogy mindig kaptunk két euróért azt a bort. White muskétás, vagy mi volt? Fehér muskétás. Weiss muskétás, ja igen, mert az német bort. Weiss musketír, vagy mi a tököm. Ó, az nagyon fincsi volt egyébként. Hát nem. Csak 2 liter fehérból, mindegy. Olyan, mint a kannás itthon. Na de a hazaút. Amikor már eldöntöttük, hogy itt már nem maradunk. Hát ott már csak magunk voltuk a saját problémánk, tehát igen. Mi okoztuk magunknak a problémát. De azért azt is elmesélheted.
Nyugodtan. Hát, még azért egy csomó minden kimaradt a történetből, elég sok minden. Hát persze, hát ez 2,5 hét volt, maga, és most... Maga a munka... 15 percnél... Ja, igen, igen. Akkor mesélj. Hát, hogy ott miket kellett csinálni, és visszatérve arra, hogy én ott még tényleg nem tudtam igazi munkatempót produkálni. Tehát volt olyan, hogy leültem, elbújtam. Volt tényleg olyan, hogy fél órára bementem abba a lakásba, ahol éppen senki nem dolgozott. Az épületnek a legelhagyatottabb lakásába, és ott maradtam, és leültem fél órára, és telefonoztam, meg ilyenek. Mert egyszerűen nem akartam dolgozni. Ez egy olyan munkahely volt, ahol nem. Nem a te munkahelyed, így van, ez nem a te munkahelyed, nem neked való volt. Undorító volt a csiszolás, tehát énnek eleve borsódzik a hátam ezektől a száraz falon való kaparászás, meg ez olyan, mint amikor a táblán húzod végig a körmödet, és tehát undorító, utáltam. Akkor a csiszolás, azzal az óriási nagy ipari csiszológéppel a plafont, a gerincet beleszakad, meg mit tudom én. Nekem tudod, mi volt az, amíg nem tetszett? A nagyon nagy fokú trehányság abba a helyiségbe, ahova le kellett tenni a hátizsákunkat, ruhánkat. Igen. És ugye oda bevittek bennünket, oda lehetett menni csak kajálni, és a legvégén már mi csináltunk, inkább kimentünk a pusztába, igen, ki a fűbe, és inkább ott döltünk hanyat, hogy ne lássuk ezt a sok nihil arcot. Mennyi ideje megy? Csak hogy tudjam. 15 perc. Jó, hát akkor még van idő. Na, engem nagyon zavart az a borzasztó magas fokú igénytelenség, ami ott volt. És ugye az is érted, hogy etted a nem sok mindened, épp egy halkonzervet vagy bármit, hát de már rá is gyújtottak ott melletted. Én mindig, hát ott csak mindig csak kaja után, de én mindig odafigyeltem azért, hogy legyen nálunk sajt, legyen nálunk, mit tudom én, rá lehet kenni. Én nem arra gondoltam, hanem arra, hogy azért olyan nagyon messzire nem tudtunk menni az étkezések hát nem, terén. Hát nem, jól nem laktunk soha, az biztos. És a kaja utáni munkakedv, az meg egyenlő volt a mínusz. De nem csak tudom. Nekünk, mindenkinek. Hát de mindenki csak tette, hogy dolgozik. Így van, tehát senki nem akart ott dolgozni. Csodálkoztam is ott pár embernek a munkatempóján, hogy ezeket hogy tudják csinálni. Aztán nem csak azon, hogy, hanem egyáltalán hogy készülünk el dolgokkal. Úgyhogy mindenki fel, de tényleg kezébe vesz valamit, egy vedret, és elmegy. És fölmászik az emeletre, utána azt látod, hogy már megy le a pincébe, utána kincsétál egy vederrel, és ezeken, mikor ezeket az embereket így látom, hogy na már megint megy WC-re, már éppen megint cigarettál, és mondom, akkor hol van itt a teljesítmény? Tehát hogy készülünk el bizonyos munkafolyamatokkal? Na mindegy, a lényeg az, hogy szar volt. Hát ugye akkor megvoltunk az Obergrünburgos történettel, megvoltunk Kirdorffal, és akkor utána jött az a dolog, hogy akkor engem külön átvisznek Szentpöltenbe, jött a munkavezető. Nem voltál beszarva? Nem, de belettem volna majd utólag, az biztos. Semmi pénz nem, tehát egy idő után úgyis elfogyott volna a pénzem is, ott lett volna az a két másik hülye fickó. Úgy jártál volna, mint a cigánygyerek, hogy állandóan kunyeráltál volna cigit, kaját, hát folyamatosan, meg mindig ilyen 2-3 eurókat. De az is tényleg kért 10 eurót valakitől, és visszajött a boltból, és nem volt már csak 1 eurója. Hát és nem vett semmit. Mert elköltött 5 eurót kapásból egy doboz cigire, ami aztán estére elfogyott neki. Igen, utána meg már ment másik. Meg vett két konzervet, 2 euróért. Energiaitalt, kólát. Energiaitalt, azt annyi volt neki. Ennyi volt, ja. És tehát 10 euróhoz ott úgy lehetett jutni, hogy 2 hetente kellett várni a főnököt, hogy hozzon neked 10 eurót. Ja. Hát nekünk nagy mákunk volt, hogy volt a bankkártyánkon, meg volt a számlánkon még ilyen tartalék. Meg. De én az nagyon nem akartam hozni, az is jöttünk haza. Én azt nem akartam költeni ezt a pénzt. Meg hát már biztosan szóval tudtam, hogy nem fognak kifizetni. El akartok engem külön vinni Szentpöltenbe, aztán úgy volt, hogy mind a kettőnket visznek, aztán végül jött az, hogy akkor nem megyünk, hanem maradunk izébe. Obergrünburgban, meg Kirdorffban. És akkor végül mind a kettőnket elvittek. Egyébként, amikor átvittek bennünket, és ugye ott kellett aludni a porba, a mocsokba, egy matracon a földön, másnap reggel, mikor fölkeltünk, én akkor, hogyha emlékszel, akkor mondtam neked, hogy itt akármilyen szar, de én Obergrünburgba a többi ember közé nem akarok visszamenni. Hát nem, mert itt legalább volt privát szférád. Igen. Két emelet volt, felső emelet az csak ránk, másik emelet az csak a lentiekre. Ja. És na de hát Obergrünburgban meg olyan volt, érted, hogy reggel kimentem, hát ugye én reggelente fölkelek, 3-4-szer elmegyek WC-re, egymás után. Tudom. És akkor mindenki ott nézte, hogy ma megint megy vissza, ma megint. Szőke Zsolt és júj, basz, meg az micsoda sötét fekete lyuk volt az a faszi. Ah. Az vicces volt inkább, amikor kiabálnak az épületben, hogy Tibi, hol vagy, Tibi? És akkor a Szőke Zsolti megszól, hogy elment Borér.
Hát az tahó volt az ürge. Meg, hát az undorító egy fickó volt, az, az. De egyébként ott mindenki az volt, hozzá kell tennem. A legértelmesebb hozzám szólásuk, de amiket a két fiatal fújós gyerek is veled, amit beszélt, akármit kérdezhettél, akármilyen gyönyörű hangnemben, vagy akármilyen szépen megfogalmaztad, mből! Te melyikekre gondolsz? Hát a két fújós gyerek, a pisztolyosok. Ja, tudom. Hát azok két ultra tahó volt, érted? Azokat helyben tartunk kellett volna lőni. De egyébként a fele bandát. A tudod ki volt a nagyon-nagyon kedves és értelmes gyerek? A Zsoltika, a cigány gyerek. Aki hozott dohányt nekünk. Elment Magyarországra, és visszafele hozott nekünk egy nagy doboz dohányt. Hát még az Ervinnek az apja az Ervin. Igen. Ó, hát az zenész volt. Persze. A 100 folknak a gitárosa. Ja. Persze. De olyan sokat azért már nem tudnál felsorolni. Ja. Mocsok tetűláda banda volt. De egyébként ez, amikor ilyen magyar építőipari melósok összejönnek, és ez a köművesek, meg ezek a festők, érted? Ja, első nap, mikor bevittek bennünket dolgozni, akkor ugye vettek, még mindig hirdettek, vettek fel embereket. És bejött basszus két srác, és jön a, hogy hívták a munkavezetőt, ezt nem a tudom. Szerb cigányt? Ja, most megnyomom a fekete gombot. Semmi, nincs benne aksi. És gondolod, hogy bejött a két srác, elkezdtek ott, mondta nekik a munkavezető, hogy mit kell csinálni, elkezdtek ott ők is letelni, csiszolni, és mondtam is a gyerekeknek, hogy na basszus, nektek aztán van munkatempótok. Mert ma kétszer-háromszor annyit dolgoztak, mint a többi, mert ezek teljesítményben dolgoztak kint Németországban. És elkezdtünk beszélgetni menet közben, egy-két fogást megmutattak, hogy kell mit te, és egyszer csak rám néz a gyerek, és még akkor nem értettem, hogy miért kérdezi. Azt mondja, hogy basszus, tök intelligens vagy, azt mondja, mit keresel itt ezek között. És utána a két gyerek eltűnt. Utána jött be az a szerb cigány munkavezető, kérdezi, hogy hol van a két srác. Mondom, nem tudom, szerintem kimentek cigizni. Azt mondja, ezek nem dohányoznak. Kiment, megnézte, hogy már rég hazamentek Magyarországra, ott hagyták az egészet, bepakoltak az autóból sipírt. Hát meglátták ezt a csapatot, basszus, és ők tehát ők egy perc alatt fölfogták, nem úgy, mint mi, hogy két hét kell ott. Hát persze. Két hét kellett hozzá. Hát mi először mentünk ki. Igen, nem volt, nekem sem volt tapasztalatom. Szerzésnek volt csak jó. Semmi másnak, és nagyon sok pénzünkbe került. Hát azért annyira nem volt veszélyes. Két hétig, amit ettünk. Ez én nyaralásnak fogtam fel. 3 hét azért, de mindegy. 2,5. Hagyjuk, nem számozunk. Én nyaralásnak fogtam fel végül. Nagyon hasznos tapasztalat volt, mert most már tudom, hogy milyen helyre és kik közé nem fogok menni soha. Ilyen lépéseket meg kell tenni, hogyha látod, akkor azonnal haza kell menni. Nem kell oda menni, így kezdődik a történet, nem kell oda menni. Hát meg kell nézni. Mert abban a pillanatban, hogyha látod... Ha jónak tűnik a munka, akkor először úgyis oda fogsz menni. Na az nem aztán az építőipar lesz. Aztán a következő lépés az, hogy föl kell mérned ott a helyszínt, hogy ott milyenek a helyzetek. Az a baj, hogy ha már kint vagy, akkor ez nem olyan a történet. Tehát már itthon el kell dönteni, hogy hova akarsz menni, mert ha kint szembesülsz azzal, hogy föl kell mérni, ha valami nem jó sül el kint... De itthonról úgysem látod, hogy odakint mi van. Tehát innen le van írva a számítógépre, hogy mi van ott, és miután te kimész és meglátod, hogy valójában ott mi van, akkor úgyis szembesülsz azzal. Tehát itthonról úgysem tudod felmérni, hogy odakint mi van. Hát az egy dolog, de vannak kizáró tényezők. Magyar cég például. A magyar cég hirdet külföldi munkát, nem szabad oda menni. Persze. Nem ezt szabad. Mondom, hogyha az interneten meglátott hirdetés jónak tűnik, lebeszélted, korrekt volt a leszervezése is. Hát a milyen kis ilyen volt, önéletrajzot kértek meg minden szart. A következő lépés az, hogy kimész. De ha kint meg tök más van ahhoz képest, igen, első másodperc volt kell hagyni. Akkor igen. Le kell lépni, ennyi. Igen, nem még mielőtt egy forintot is ott elmernék költeni magadra. Hát, remélem, hogy többet ilyen az életben nem lesz. Na de ugye erre meg az jött, érted, hogy mentem utána ki a szlovákokhoz melózni, ugye kint töltöttem a tavaly végig az egész nyarat, és az meg nagyon-nagyon tízszeresen bejött. Érted? Hmm. Tehát minden élményem nagyon felfokozottan jó volt velük kapcsolatban az ottani munkával. És azért mondom neked, hogy én inkább itthonról kiszámolom most már. Kizáró tényezők vannak például, ilyenek, hogy ha egy mód van rá, minél közelebb legyen, minél többet fizessen, minimum óráként 8-10 euró. Minél kevesebbet kelljen dolgozni. Nem, azt nem, azzal nincsen bajom. Hogyha a munka olyan, amit szeretek csinálni, akkor az nem munka. Akkor azt szeretet csinálni. Na, nekem lassan mennem kell. Hova? Boltba. Minek? Hát boltba. De minek? Hát anyának enni kell egy üvegbolt. Elment anya boltba, és elfelejtett hozni bort magának. De szerintem csak nem akarta cipelni.
Na jó van. De hogy is. Na jó van, nem járatjuk le anyát. Ez csak poénból mondtam. Na, összefoglalva. Szar volt! Nekem nem volt annyira szar. Az a rész, hogy nem fizettek ki, meg tetű emberekkel kellett együtt lennem, meg összezárva, mint valami sitten. Ettől függetlenül én megtaláltam a saját magamnak azt a verzióját, amit nagyon tudtam élvezni. Hát ez az egyik a folyó volt. Az a kristály tiszta folyó. De van is róla felvétel szerencsére. És oda vissza is mennék, ha ott megnézni. És kipróbálni meg. Ott milyen túrákat csináltak, érted, emberek? Jöttek ott kajak, azt mondta, hogy 12 kilométeres kajak túrájuk van. Igen, a vizen járók. Ja, messziről nézzük. Banyák. Basszus, vizet mennek az emberek. Ja. Picsa van. Persze, volt vagy 10 centi a víz ott. Azért szálltak ki a hajóból. Ja. Na jó van. Jó van. Milyen volt a bevásárlás? Hol? Hát Ausztriában. Ja. A Billa, a szénsavas kifli. Ja, hát a kapásból 2 szénsavas kifli. Azt a részét szerettem nagyon. Olyan brutális hőség volt, hallod, és ott a hűtőből kivenni egy finom szénsavas, 40 centes, 45 centes szénsavas kiflit, kiülni a Billa.